Hello, igen, jó napot kívánok! Én a Sefcsik Dominiknak vagyok az ügynöke. Igen, hát már nagyon régóta nálunk van. A kedvenc ügyfelünk persze, nagyon híres ember. Neki szeretnénk tesztelésre kérni egy jacuzzit, és mondom is a címét, igen, ahova küldeni kéne. Küldi, nagyszerű, igen, legyen benne ilyen hadsebességes pulzálás, meg minden, igen, és akkor persze leteszteli, majd szól róla szépeket. Na, bocsánat, nem veszünk semmit, köszönöm szépen. Te mi a rákot művelsz, gyerek? Én csak... Széttörjem a fejed azt a csinos kis szemüvegedet? Ne már, erről még kell írnod egy értékelést. Mi van? De mi a... Ez is szponzor! Ez is szponzor! Vágjam földhöz? Ne! Várj, mikor vágod földhöz, ha szponzor, vagy ha nem szponzor? Ez egy jó kérdés, ezzel még elgondolkodom. Na de a lényeg az, hogy igen, ez egy kis trükk, amit így tanultam, hallottam, hogy van mostanában ilyen, aki ezzel foglalkozik, és amúgy egész jól működik. Most csukták le. Akkor inkább hagyjuk. Nem olyan fontos. Szerintem sem. Inkább menjél és nézzél Irénke konyháját. Abból legalább tanulhatsz is valamit. Jó. Nem szégyelled, álmodsz! Hányszor mondtam azt, hogy ilyet nem csinálsz? Hányszor mondtam, hát kérsz egy okos tiszta, hülye gyerek! És ha lecsuknak, mi a szart csinálsz? Az, hogy velem csinálod, az még egy dolog! Az egy dolog! Nem csak veled amúgy! Mi? Mi van be a füledbe? Tehát már így is piros, na! Hogy lehetsz ilyen hülye? Figyelj, tehát, hogy ez is olyan dolog, mint a bankrablás. Tehát amíg nem buksz le, addig egy tök jó dolog megjövedelmező. És azt gondolod, hogy ugyanúgy, mint a viszkisről, majd rólad is filmet fognak forgatni, hogy mekkora és zseni voltál, és hogy átvertél mindenkit pár szaros értéktelen cuccér? Hát attól függ, ha mondjuk ezt az egészet elviszem odáig, hogy mondjuk szponzorba szerzek egy hatalmas nagy villát, meg 10-20 autót, figyelj, meg szerintem minden, egy nagy villával helikoptert, nem az épületvillára gondolok, meg egy helikoptert, meg minden, meg teniszpályát, akkor szerintem az menő. Arról forgatnának filmet szerintem. De ez nem fog összeérni. Miért? Mert az én hírnevemből nem fogsz ilyeneket tudni vásárolni. Szerezni. Jó, de bármilyen nevet mondhatok a telefonban, lehetek én a Ronaldónak is az ügynöke. Neki már csak adnak. Na hát az van, hogy a minap egy e-mail érkezett a rendőrségtől, hogy tanú idézés is, hogy fáradjak be szépen a rendőrségre, mert ki szeretnének hallgatni egy ügy kapcsán. Én megmondom, mi van? Az ügy a következő, lehet, hogy csak diákcsínnek indult, de van egy fiatal srác, aki kiadta magát egy bizonyos ügynökségnek a menedzsereként, és hogy engem képviselve cégeknek írogatott, hogy termékeket szeretne kérni, és én majd rakok ki posztokat, vagy más influencerek nevében is, és képzeljétek el, hogy egész összeszedett e-maileket írogatott, és hát ezek a cégek küldtek ki termékeket, amiket ő megkapott, és gondolom ennek nagyon örült, de hogy ezt azért megcsinálta sok céggel, sok influencerrel, úgyhogy nekem be kellett mennem a rendőrségre tanúskodni, szembesítettek az e-mailekkel, a telefonszámokkal, hogy ez bizony nem én voltam. És a srác, hát őt elkapták nyilván, és hát nagy bajban van emiatt, és emiatt idéztek be. Haver, te meg mit teszel? Még én se tudom, rendeltem Irénke konyhájából. Ha jól látom, akkor ez valami tészta, az fix, mondjuk nem tudom, hogy miért van benne M&M's a paradicsom szósznál. De én szerintem az ott egy répadarab. Egyébként. Ó, akkor mi a kék? Az... Egy sajt? Talán? Vagy kék rózsa? Fogalmam sincs. Lehet megpenészedett. Ó, igen, lehet. Meg mondjuk nem nagyon értem ezt a...
Hogy csinálja, hogy az egésznek vatta cukor illata van? Ez elvileg paradicsomos tészta. Ha. Nagyon érdekes, de... Szerintem látod ott azt a kukát? Menj oda is, dob bele is, rendelj máshonnan. Lehet. Mindjárt ide rókázom, hogyha ezt nem teszed meg. És meg ki is adtad, Isten! Kiemlet! Irénke éveleje óta tematikus főzőműsorra jelentkezik. Rántott pahéj! Irénke pedig játszik az étellel. Kiéli kreativitását, építkezik, mit hova rakjon, gondolkozik, improvizál, igazából nem is főz, hanem építkezik. Drágáim, így mutatom nektek, hogy hogy van, még tudom, hogy nincs kész, hát így mutatom, hogy így van. És észrevettem, hogy ezt mindig körkörösen teszi meg. Minden étele ugyanolyan körkörösen van elrendezve. Hiszen ebben szeretnék kedveskedni mindenkinek, girosztál! A mindent kirántás már amúgy egy jól ismert mém a magyar YouTube történelmében, és ennek az úttörője már látványosan el is határolódott Irénkétől. Nem akar nagyobb elmenni a maga Irén dolgába, de én semmiféle képe, én nem van közös videóvel, nem való. Sajnos kicsit túl sokat ittom. Most már félbe kell adni a imánszatom, hogy én nem. Ezért nem sikerült a webshop oldalom! Baszka! Mert szétgúnyolták a poharamat! Ahogy a Juliano Rizzalo, a híres brazil szappanopera sztár mondta, az vagy, amit eszel. Nekem is Robert Norbihoz kéne járnom, az igazság. Hiába edzem már 2 hónapja folyamatosan, csak felszedtem pár kilót. Van egy elméletem. Ez az egész úgy működik, hogy a minket körülvevő univerzumban az anyag az nem vészhet el, csak átalakulhat. Tehát a lényeg az, hogy van meghatározott számú tömeg, amivel az emberiségnek rendelkeznie kell. Tehát ha valaki lead, akkor más meg felszed. Lehet, hogy azért jönnek föl most a kilók, mert a Géza meg leadta. És tehetünk bármit, ez jön. Ez az elméletem. Szóval azt mondod, hogy a Géza azért hízott el, mert sok ember elkezdett fogyózni? És aztán ő meg nagyon keményen nekiállt, és megfordította ezt az egészet. Értem. Az olyan, mint a Hold, a pálydagály. Ja. Így működik a világ. A föld meg lapos. 1 éve kezdte meg a nagyfogyást a Gézzua Norbival. 1 éve rendszeresen követem ezt a fantasztikus utazást, és jegyzetelem minden nap, hogy hány kilót fogyott le. Meg azt is, hogy milyen fantasztikus TikTokokat csinált. Nézzük is, hogy Géza mennyit fogyott az elmúlt 1 évben. Tehát a Géza 217 kiló, lefogytad a 100 kilót. 1 év alatt pontot vagyunk a 100 kiló. You got a friend in me. You got a friend in me. Arra 6 életben meg fogok itt egyedül dögleni. Kész, nekem végem van. Kerestem kell egy labdát, bele kell szurkálnom pár fűszálat, hogy legyen valami haja, rá kell rajzolnom valamivel valamit, hogy legyen valami arca, és beszélnem kell hozzá életem végéig. Még meg nem behadok ez nyomorúságos kőszigeten. Ezen az egész tetves, nyomorult, gömb alakú valami csodán, amit földnek neveznek, aminek van egy kibaszott szigete, ami itt van jelenleg, és amin nem tudok elmenni, mert lakatlan! Bende? Ember! Figyelj! Tedd azt le szépen. Ez nem játékszer. Jó? És... Te mit keresel itt? Várjál. Te tényleg itt vagy? Áú! Mi történt? Hát egy lakatlan szigeten vagyunk.
Hát ez lakatlan. Nyilván. Ide biztosan nincs bekötve a UPC, gondoltam magamban. Ismerve a képességeimet és azt, hogy egy Y-generációs szerencsétlen vagyok, a számításaim szerint 1 milliárdhoz, hogy 2 tapnál tovább húzom ezen a szigeten. 3000 óra Minecraftot húzhatok le a WC-n. Pedig elhittem, hogy craftolni élesben is sima ügy, de hát nem. Mi van? Ezt most küldte az egyik csajismerősöm. Hogy ez jött vele szembe Tinderem? Égesd el. Az egészet égesd el. Viszem. Még egyszer ezt nem akarom meglátni. Kezét fölrakja, árul, így is van. Ez a tanár úr nagyon jól csinálja, igen. Egy macska, egy kicsit karmoljon a kamerfej, karmoljon, egy igazi tigris, karmol, igen, ez a... Ez vadállat, igen, ez a... Lájos. Így, ez az, ó, tartsa a kezét, így van, tanár úr. Dobjon egy csókot a kamerának. A kezével is, küldje a kezét. Ez az, nagyon jó, így. Ó, igen, tanár úr. Ez az, igen, erőszak, nagyon jól csinálja. Azt hiszem, láttam egy UFO-t. Elmészem. De simán lehet. Van. Mi? Mi? Szerintem el kéne mennünk az 51-es körzetbe szólni. Gáz van. Csak egy légy volt. Biztos? Nem. Csak mondom, hogy szerintem az volt. Hivatalosan dongó se repülhetne. Az is egy földön kívüli dolog. Tóni a teste a Seinfeld távolságához képest hivatalosan nem repülhet. Mégis repül. A kacsacsőrű ebből se létezhetne, ahogy. Hivatalosan nem. És a légy is tud légüres térben repülni, ahol nincsen levegő. Tehát földön kívüli. Few moments later. Jöjjenek a tuki kis házas videók. Ennyi volt mára a YouTube híradó, de 2 hét múlva ismét találkozunk. Így is van, srácok, úgyhogy ha tetszett ez a videó, akkor mindenféleképpen toljatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornákra, valamint nyomjatok meg a kis csengőt, hogy mindig kapjatok friss értesítést arról, hogy friss tartalommal érkeztünk nektek. Friss értesítés, friss tartalom, értitek, tudjátok. Sziasztok! Hála!